estét kívánok! A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál idén több érdekességet, botrányt és meglepetést is tartogatott. Néhány héttel a Karlovy Vary Filmfesztivál kezdete előtt már nyilvánosságra hozták, hogy Mel Gibson kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező és producer a világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásáért Kristály Globuszt kap Közép- és Kelet-Európa egyetlen A-kategóriás szemléjén. A hír ellen szenvet keltett a cseh zsidó hitközösségben. Nyílt levelükben, melyet a fesztivál elnökéhez címeztek, emlékeztettek arra, hogy Gibson a Passió című filmjében a zsidókat romlott és vérengző lényeknek mutatja be, ami elfogadhatatlan. A rendezvényen azonban nem ejtett csorbát ez a botrány, sőt Mel Gibson érkezését hatalmas érdeklődés övezte. What is your first impression of the town? Well, it's very. I fell off a plane this afternoon. Went into a hotel room. My first impression is that it's very well forested, and it's a very charming place, and people seem very friendly so far. Mad Max című filmjének vetítésén 300 ezer rajongó vett részt, melyről a színész egy selfie-t is készített. Rajta kívül Kristály Globusz díjban részesült William Friedkin rendező is, aki olyan kultikus filmek készítője, mint az Ördögűző és a Francia kapcsolat. A szemle díjátadó gála műsorral zárult, mely során Pálfi György három díjat is átvehetett. Thank you for the jury. A Szabadesés című filmjéért kiérdemelte a legjobb rendezőnek járó elismerést és a zsűri külön díját, emellett pedig a Europa Cinemas mozihálózat zsűrije is a magyar versenyfilmet díjazta. Stevie Wonder is fellépett idén a Genfitó partján megrendezett Montreux-i Jazz Fesztiválon. Az amerikai énekes Montreux-i fellépése a tavaly elhunyt fesztivál alapító Claude Knapps nagy álma volt. A szervezők célkitűzése továbbra sem változott. Fontosnak tartják, hogy minden generációt megszólítsanak. Így Stevie Wonder mellett fellépett Pharrell Williams és Damon Albarn is. Ha lelki békére vágysz, gyere Montreux-be, mondta egykor Freddie Mercury, a Queen néhai legendás frontembere. A Genfitó partján fekvő festői település 1967 óta két héten át minden nyáron megbojdul, és a világ nyüzsgő zenei fővárosává alakul át. A svájci városban három színpadon több mint 100 énekes és zenekar lépett fel idén. A jazz mellett persze számos más zenei stílust is hallhatott a közönség. A borsos árak ellenére meglehetősen gyorsan elkeltek a koncertekre a jegyek, de nem is csoda, hiszen olyan nagy zenészek fellépését láthatták, hallhatták az érdeklődők, mint a 22-szeres Grammy-díjas Stevie Wonder, a többféle stílusban is otthonosan mozgó Morcsiba együttes, a kritika által angol Springsteenként emlegetett Chris Rea és a 7-szeres Grammy-díjas lágergyáros Pharrell Williams. Pharrell a rendezvényen Happy című dalával lépett fel, amely szerte a világon hatalmas sikert aratott. Az énekes sokat dolgozott a dalon, mint mondta, a 9 próbálkozás után a 10. változat lett a végleges. For every time that someone's purchased that song or sang the song, there was a token of my gratitude. I would never compare myself to and would not hear of it, you know, because I'm not nowhere near the shining, blazing constellations that those other artists are. You know, they're very brilliant, masterful people. A rendezvény persze nem csak a koncertekből állt, az esti fellépéseket megelőzően a délutáni órákban műhely munkákon vehettek részt az érdeklődők, vagy megtekinthették a hangszeresek és énekesek versenyét.
starts to snow. Only know you love her when you let her go. És ha már jazzfesztiválról volt szó, Harcsa Veronika jazz énekesnő idén első ízben szerepelt háziasszonyként a Magyarországi Művészetek Völgye elnevezésű összművészeti fesztiválon. A Kapolcsi Fesztivál udvarba Veronika olyan fellépőket hívott el, akik munkásságát nagyra tartja. Előtte néhány héttel azonban a kishegyesi Dombos Feszten vett részt, ahol sikerült mikrofon végre kapnunk. Nagyon örülök neki, valóban harmadik alkalommal van szerencsém fellépni itt a Dombos Festen, és ez számunkra is egy különleges helyszín. Bár sok helyen léptünk már fel a Vajdaságban is, és nagyon kellemes emlékek fűznek ide, de ez ide visszajárni a Lőszfal árnyékába, ez mindenképpen különlegesség számunkra is. Mind a három alkalommal, tavaly is, tavaly előtt is, és idén is más programot hoztunk el ide Kishegyesre. Ma este a kvártettemmel fogunk játszani, de nem akármilyen repertoárt, hanem a 2011-ben megjelent Lámpafény című verslemezemnek az anyagát. Ez 20. századi magyar költőknek a versfeldolgozásait tartalmazza. Olyannyira jól esett versekkel foglalkozni, hogy azóta folytattam is ezt, és ősszel vettünk föl Kassák Lajos verseiből egy különálló anyagot Márkus Albert csellista zeneszerzővel, Pándi Balázs dobossal és Benkő Róbert nagybőgőssel. Kassáktól egy vers szerepel a Lámpafénylemezen is, az Üzeny című, ami egy nagyon népszerű és nagyon Kassákhoz képest nagyon puha, szerelmes vers. Ugyanakkor, amikor válogattam még a Lámpafénylemezhez és olvastam a Kassák kötetet, akkor óriási nagy hatással volt rám az ő személyisége, az ő ellentmondásossága és a hihetetlen ereje, ami sugárzik a verseiből. És emiatt döntöttem úgy, hogy a következő vers anyagban kifejezetten vele, Kassák Lajossal szeretnék foglalkozni. Nagyon örülök neki, hogyha sokan kíváncsiak a zenénkre, ugyanakkor számomra élesen elválik a színpadon töltött idő és a magánélet. Tehát való igaz, hogy magánemberként inkább vagyok befelé forduló és visszahúzódó, de nagyon sok barátom van, és nagyon fontos az ő társaságuk. Nincsenek olyan barátaim, akik a hírnévre buknak. Igazából az én ismertségem az nem mérhető egy olyan személyiségéhez, aki mondjuk minden nap a képernyőn van, a tévéképernyőn van. Igaz, hogy engem is sokan ismernek, és sokan hallgatják a zenénket, de ez nem jelent óriási nagy változást az életemben ahhoz képest, amikor még nem így volt. Nagyon örülök neki, hogy szélesebb rétegekhez, és például különféle generációkhoz is tudunk szólni. Ez nagy öröm számomra. Még fulladozva partra húzom az összeroncsolt testeket, homokból ágyat készítek. Tudatos személyiségnek tartom magam, és szeretek odafigyelni arra, hogy élek, hogy mit eszem, hogy elég mozgás van-e az életemben, hogy eleget alszom-e. Mondjuk az alvás, a szűk keresztmetszet az nem mindig jön össze, pláne egy fesztivál időszakban, de nagyon figyelek arra, hogy egyensúlyban tudjak maradni önmagammal. A
elmúlt két évben Brüsszelbe jártam a Királyi Konzervatóriumba egy mesterképzésre, most diplomáztam le, most költöztem haza, és bár most iskolában nem fogok járni, de a képzést azt nem lehet abba hagyni, pláne hogyha az ember zenész vagy művész, pláne hogyha énekes, az énekhang folyamatosan változik, hiszen egy bio hangszerről van szó, és folyamatosan nekem is vele együtt kell változnom. A vajdasági közönségnek már többször volt alkalma Cindy koncerten részt venni, Újvidéken azonban még nem léptek fel. A Sziget Fesztivál szervezőinek ajánló levelére azonban az exitesek is felkapták a fejüket és meghívták a zenekart. Egyelőre nagyon keveset láttunk, még bevickeltünk ide és ezen a helyszínen megcsináltuk a hangbeállást, még keveset láttunk az egész fesztiválból, de hogy szép hangulatos helyszínen van ennyi. Az alagút zseniális, hogy jöttünk fel a busszal, a feljutás, ez már önmagában egy élmény. A Krimbi zenekarra a kísérletezés mellett a sokszínűség jellemző, kiindulva a tagok eredeti foglalkozásából, zeneiségéből és egyéb tevékenységükből. A zenekarban ugye vannak tagok, meg emberek, akiknek van többféle érdeklődési körre. A Krimbi az anyazenekar, de ettől függetlenül vannak még projektek, különböző zenei projektek, a Livusnak ilyen pszichológiai tréningei, meg hivatalosan pszichológus, van, aki művészettanár bácsi, azt is csinálja, meg van, aki ötvös, de ez az élet az nem feltétlenül attól kerek, ha csak egy dolgot csinál az ember, szeretik kiszínezni ezzel, amit egyébként is tudnak vagy szeretnek csinálni az emberek. Valaki tökéletesen elmegy zöldségesnek, és a világ legjobb zöldséges, és én szeretek azhoz a zöldségeshez bemenni. Valaki meg jól zenél, valaki meg jól fest, mindenki csinálja azt, ami az ért és amit szeret. Szerintem akkor nem lenne nagy baj, szerintem sok baj abból fakad, hogy rengeteg ember olyasmit csinál, ami ez egyáltalán semmi kedve. Néhány évvel ezelőtt a repertoárjuk újabb darabbal bővült. Teátrum címmel egy különleges produkciót állítottak színpadra. Ezáltal helyet találva a színészetnek is a különböző művészeti ágazatok körében, melyekkel már eddig is foglalkoztak. Játszottunk egy színházi darab, egy Shakespeare darabba, mint alkalmazott zenekar, és akkor hogy miért nem csinálunk saját színházi produkciót, és akkor ezt kitaláltuk azt, hogy ilyen színházakban ilyen dramaturgiával felépített dalszerkezetek mentén játsszuk a dalainkat, megspékeljük ilyen színházas jelenetekkel. Tehát a zenekarból vannak a színészek is, és akkor így jött az ötlet. Nagyon jó reagált a közönség. Egy dolgot hoztak fel negatívumként, de ez sem igazi negatívum, hogy sokszor felállnának a koncerten, a koncert alatt táncolni, de ugye egy színház nem alkalmas erre, különben rájuk szólnak a mögöttük ülők. Ez volt az egyetlen dolog, ami nem annyira volt jó, de hát ez meg jó, mert közben az ember úgy érzi, hogy szétrobban, úgyhogy általában siker. A Krimbi zenekar idén ünnepli megalakulásának 23. évfordulóját. Huzamosabb ideje Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarának számít. Éppen ezért arra kértük a tagokat, hogy lássák el tanácsokkal a most feltörekvő kezdő együtteseket. Hát nagyon sok türelmet, kitartást kívánok én nekik. Nem egyszerű egyáltalán most ez, de sose volt. Az ember, hogyha lelkes, meg csinálja, meg szereti, és tényleg van benne elég, az úgyis az úton derül ki, mert nagyon sokan feladják út közben, mert hogy nincs pénz, nincs közönség, nincs siker, viszont sok időt vesz el, sok próbálkozást, és egy idő után úgy döntenek, hogy választanak valami járható utat. De az a helyzet, hogyha igazán van valakibe akarat, meg elszántság, akkor úgyis azt fogja csinálni, amit igazán szeret. Kek Mária eredetileg újvidéki származású flamenco táncosnő, oktató, művész.
Tanulmányait Budapesten, majd Madridban végezte. Az Exiten másodszor lépett fel. Az a címe, hogy ég és föld között ennek az előadásnak. Négyen vagyunk, egy magyarországi énekesnő, egy belgrádi táncosnő, argentin gitáros és én. A Tóth Evelin, aki a magyarországi énekes, vele egy triót csinálunk Leandroval, és ezt mozgatjuk leginkább. És akkor, mivel itt vagyunk az Exiten, ezért az kézenfekvő volt, hogy Belgrádból hívjunk egy másik táncos nőt. I am performing. I am teacher too of in the academy of guitar and lenguaje musical. I don't know how to say in English. And yes, I am performing with a lot of kind of project. I performing with a lot of project of flamenco, with cante, with baile. Énekesnő vagyok Budapesten, de több nemzetközi projektben és nemzetközi művésszel is zenéltem már. Az első lemezem, ami Let Him Kiss Me címet kapott, azt például egy amerikai dobossal készítettem, és több fesztiválon vettünk részt, de az Exit Fesztiválról csak eddig ideig hallottam. Inkább kisebb helyszíneken szoktam fellépni, mert az a műfaj, amit képviselek, az egy intimább hangvételű előadás feltételez. Tehát az a nagy színpadi, ezen kicsit nehezebben él meg, lehetséges, de hálásabb, hogyha egy ilyen intimebb és kisebb színházakban vagy fesztiválokon történik meg. Nyilván lehet, hogy a Szigethez hasonló ez a fesztivál, nem tudom, én általában nem ilyen helyeken szoktam keresni, csak ez egy más helyzet, mivel hogy ide valósi vagyok, és akkor itt vannak kontaktjaim, és ez így magától adódott. Professzionálisan ezzel foglalkozunk. Én és Leandro Madridban élünk, és ott oktatással, különböző formációkkal, koncertekkel, tehát amit sikerül, mondjuk ott eleve, mivel a flamenco az egy ottani turisztikai érdeklődésű műfaj, ezért ott nem csak koncertekről vagy fesztiválokról van szó, hanem olyan adott helyszínekről, ahol rendszeres előadások vannak, hiszen Madrid a flamenco-nak a központja. A szépség szubjektív dolog, ezért bizonyos fokú eltérések lehetnek abban, hogy ki mit talál szépnek. A magyar szó strandszépe választáson éppen ezért két kategóriában is megválasztották a királynőt és udvarhölgyeit. Színbanka! A zsűri döntés alapján Cvijin Blanka fejére került a korona, első udvarhölgye Pásztor Noémi lett, második udvarhölgyének pedig Lichtentál Melanit választották. Az olvasók szavazatai alapján Homolya Emőke lett a kategória legszebbje. Első udvarhölgye Perlaki Adriana, második udvarhölgye pedig Bontovics Virág lett.
Na de térjünk kicsit vissza a történet elejéhez. A Magyar Szó hasábjain áprilisban jelent meg a strandcipe választásról szóló felhívás. Attól kezdve a napilap minden csütörtöki és hétvégi számában újabb lányok mutatkoztak be az olvasóknak, összesen 26-an. Ezzel egyidejűleg megkezdődtek a verseny előkészületei is. Majd elérkezett a verseny kitűzött dátuma, a helyszín a Magyar Kanizsai Strand, a főszereplők pedig a lányok természetesen. A versenyre kíváncsiságból jelentkeztem, és azért, mert szeretem a szépségipart, és szeretném kipróbálni magam a szépségiparban, meghallgatni az emberek véleményét rólam. Sok ismerősöm és barátom már így tavaly vagy tavaly előtt kérdezték, hogy miért nem neveztem, és úgy nem tudom, úgy valahogy ez így kimaradt. De valahogy nem is megvolt az önbizalom, de mégsem volt meg a merészség. És most idén tényleg úgy döntöttem, hogy most megpróbálom, aztán lesz, ami lesz. A szépségválasztások egyik csúcspontja a lányok fürdőruhás felvonulása. Ez most sem volt másként. Amikor jelentkeztem igazából, talán nem tudtam én sem, mire vállalkozok, mert ez a sok szem, ami mind rám mellett, ez a sok tekintet, egy kicsit elkezdett ám rezegni a lábam, a kezem, mindenem. Izgultam nagyon, az biztos, mert először voltam ilyen nagy közönség előtt, és elég nagy félelem volt bennem, de a bikinis felvonulás után úgy elszállt minden, és utána nagyon élveztem az egészet. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez egy jó kis próbatétel, azért egy ennyi, ekkora tömeg előtt is, ennyi ember előtt végigvonulni a színpadon, az mindig azért nehézség, és mindig van mit leküzdeni magukban a lányoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy önbizalmat ad nekik. A jövőben bármikor, bármilyen szituációban szerepelniük kell nekik nagyobb tömeg előtt, akkor biztos, hogy hasznosítani fogják az itt szerzett tapasztalatokat. Megcsinálták szépen a frizurádat, a sminkedet. Ez milyen érzés volt, hogy így körülötted forog a világ? Nagyon jó volt, mert nem sokára a férhez megyek, és hát ez ilyen főpróba volt úgymond erre az egészre, úgyhogy élveztem nagyon, hogy mindenki rám figyelt, és mindent megcsináltak, hogy a legszebbek legyünk. A szépek között a legszebb a zsűri döntése alapján, tehát Cvim Blanka lett. Mi lesz most? Tehát ugye megnyerted a versenyt, szeretnél esetleg szépségiparban dolgozni, vagy a modellkedéssel foglalkozni? Vannak ilyen terveid? Hát mindenféleképpen szeretnék, de egyébként hát szerződtetve vagyok úgymond egy cégnél, de még így nem volt nagyobb előrejutás, de most remélem, hogy így ezáltal majd valamire tovább viszem. A nyárra leginkább a meleg idő jellemző, éppen ezért főként lenge ruhákat, nyitott szandálokat vagy papucsokat viselünk, és gyakrabban tűzzük fel a hajunkat. Erre vonatkozóan kínálunk most kreatív és egyben divatos megoldásokat. Mai adásunkban ilyen hajpánszerűségeket, hajcsatokat, hasonlókat fogunk elkészíteni. Arra tekintettel, hogy ugye nyár van, és ilyenkor jó a hajunkat föltűzni, fölcsatolni, stb. Nem elég hosszú a frufrum, és hogy szükségem lenne egy hajpántra, hogy ezt hátra szorítsam, mert hogyha ezt nem teszem meg, akkor így félig barnul meg a homlokom, így lefelé barna, vagy a felfelé meg fehér. De szerinted megvár, hogyha vissza van lenne? Nem adom oda. Amikor megvagyunk ezzel a két pánttal, akkor így összefogtuk, és majd a végén úgy fog kinézni, hogy így a fejünkre tesszük, lemérjük a fejméretünket, és akkor a
két végét majd így összevárjuk. Kalozsos, kész is. Jó, most ez a legszínső, és akkor a következővel alatta, alatta, alatta. És akkor most azt mondjuk, hogy itt jöttem fölötte, akkor alatta, fölötte, alatta. Meghúzzuk. Ezeket a szálakat, amikor összefogtuk, akkor csak levarjuk. Fej méretedet lemérheted, és akkor látod, hogy nem is kell végig varnod. Na, varnod. Na, ott mekkora fejem van. Varónő klubja, második rész. Szerintem nem lesz elég. Következő dolog, amit készíteni fogunk, egy masniára az egyszerű csat alapra, amihez kell egy nagyjából valójában a csatnak a méretétől függő anyagdarab. Amikor elkészültünk, akkor kifordítjuk. Valahogy így. Nálatok gyakran járnak ilyen űrhajók? Jajam. Űrhajók. Összevartuk először is, és képzeljük el, hogy ez így le van vasalva. És akkor így. Ilyen kis hajtásokat csinálunk rajta. És összevarjuk. Most egy nagyon-nagyon profi dolgot csináltam, csak senki nem látja és nem tudja meg, és nem is tudom elmagyarázni. Minden esetre valahogy így behajtottam, és az így maga alá szedte így az anyagot, és nézd, így elvaródott. Oh. Ezt még Rihanna is oldalán. Ráragasztottam végül is ezt a masnit a csatra. Most annyi még a dolgunk, hogy ugye ide fogjuk a csattal, így, és így néz ki. Gyönyörű. Jaj, de ki vagyok tűzítve! Mai kreatív műveimben két hajpántot és egy hajcsatot készítettünk. És ugye volt neked egy tartozásod. Volt egy házi feladatom. Volt egy házi feladatom. Igen, és én elvégeztem a házi feladatom. Nézd. Hűha. Aha. Hát egész jó lett. Uh-huh. A zsebecske. Csak még kell a derekába tenni egy kumit. Uh-huh. Ha? És ezt otthon csináltad magad? Én ezt otthon. Láttam. Otthon csináltam. Ennyi volt már a kreatívkodás, úgyhogy találkozunk egy hónap múlva. Viszontlátásra! Önök az Urbán Dzsungel augusztusi adását látták. Új témákkal legközelebb szeptemberben jelentkezünk. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. További szép estét!